A 18. században a főleg Csíkból és Háromszékből származó, a kelet-erdélyi határőrvidék megszervezése miatt Moldvába menekült székelyek hét települést alapítottak a Bukovina néven önálló tartománnyá vált területen. Ezek közül azonban kettő elnéptelenedett. A megmaradt öt falu lakosságának döntő hányada katolikus volt, de Andrásfalván kis református közösség is alakult. Aztán éppen 80 évvel ezelőtt a bukovinai székelyeket a visszafoglalt délvidékre vitték, ahol nagyobb városok környékén 28 kolóniát hoztak létre számukra. A II. Világháború után a Baranyai Hidasra a kitelepített németek helyére kerültek andrásfalvi reformátusok és Isten segítsi katolikusok. Nekik állít emléket a székelyszoba, melynek berendezését a leszármazottak adományozták a településnek. Egy nagyon-nagyon szép cseresznyefa faragott ajtó. Igazából azt mondhatom, hogy nagyon míves, nagyon szép. Már meg akarták venni, azt mondták, hogy ők megveszik, mennyire adom, mondom, ez nem eladó, kérem szépen. Egyszer volt leszerelve, amikor a szentendrei házunkat ugye csinálták, akkor elvitték, és pontosan a mását megcsinálták, és akkor került el innen, de utána természetesen visszakerült ide. Ide ez a szép ajtó. A székelyeknek a jellegzetes dolgaira szeretném felhívni a figyelmet. Hát mindenek előtt a csodálatos szép szötteseikre. Itt egy nagyon szép ablakos terítőt lehet látni. Aztán ott van az a bizonyos székelyágy. Maga az ágy az német, de ahogy meg van csinálva, ugye az székely. Tehát székely vetett ágynak csináltam meg. Alul a nagypárnák vagy hosszú párnák, székelypárnák, fölötte a dunyha vagy dunna, ahogy mondták, és utána a németes párnák következnek. A székelyek mindig csinálták ezt a betlehemezés dolgot már elég régóta, de nekünk nem volt betlehemünk. Aztán először nagyon-nagyon régen már, vagy nem is tudom, 30-35 éve biztosan van, jöttek ide a németek. Akkor megkerestem a Ömböli Fábián bácsit, és mondtam neki, hogy szeretném elkérni ezt a betlehemet, hogy ugyan már legyen. Hát ő azt nem tudja odaadni. Majd, hogyha a következő héten jövök, mondtam, hogy nem, én most szeretném elvinni a gyerekekkel. Hát nagyon-nagyon érdekes volt, mert utána mondtak itt az idős hölgyek falu végén, hogy hát nézték, hogy a Videcné mit csinál, hogy az öreg Fábián odaadja a betlehemet. Hát azt egyáltalán nem senkinek, még az egyháznak se adta oda, még kölcsönbe se. No, tehát én kihúzom magam, mert tulajdonképpen megkaptuk. Azóta is itt van ez a nagyon-nagyon szép betlehem. A 1905-ös ládán, tulipános ládán, és egy érdekes kép is látható itt az Ömböli Józsi bácsinak a fényképe, nagyon szép portré szerintem, bár nem vagyok fotós, de úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó portré arca volt az öreg úrnak. Ő volt az, aki a székely, illetve így mondom, hogy a andrásfalvi székelyeket, tehát a református székelyeket vezette ide tulajdonképpen. Hidesre azért mondtam, hogy nem mindegyiket, mert ugye az Isten segítségek azok katolikusok, és az andrásfalviak pedig reformátusok voltak. Nagyon szépek a tárlókban lévő dolgok, hazatérési igazolványok, könyvek, indexek, egyebek. Ez mind a székelységnek az emléke. A hidasi ház pontos mása helyet kapott a szentendrei skanzen dél-dunántúli tájegységében.